Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Resident Evil 2 Remake végigjátszás sorozatom 32. részében. Én Peti vagyok, és folytatjuk itt, ahol abba hagytuk a Claire Second Run-nak a végigjátszását tulajdonképpen. És én úgy gondolom, hogy igazából... Hát remélem nincs szükségem semmilyen felszerelésre. Ahhoz, hogy a... hogy a teraszt követően sikerrel járjak. Ezt be fogom vezetni, nem biztos, hogy túl jó szokás, meg én elhiszem, hogy sok mindenkit idegesít, de be fogom vezetni azt, hogy videó elején is szeretném ezen túl elmondani Elden Ringbe is, meg az összes végigjátszásba is, hogyha úgy unblock tetszik, amit láttok, akkor kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek volna meg. Illetve írjátok le véleményeiteket, észrevételeiteket a komment szekcióba, hiszen minél több interakció van egy videó alatt, annál nagyobb a valószínűsége, hogy másokhoz is eljut, akiket esetleg érdekelhet az, amit csinálok, csak valamiért a YouTube az nem dobja fel nekik, vagy nem találnak rám, vagy nem tudom. Valamint a like-dislike funkciót se legyetek restek használni, hiszen az is nagyban hozzásegít engem ahhoz, hogy más potenciális nézőimhez is eljussak egyébként. Tehát, hogy komment, like vagy dislike, tök mindegy igazából, tehát ahogy éreztek egy-egy adott videóval kapcsolatban. Tehát a dislike se feltétlenül egy rossz dolog egyébként, tehát hogy én abszolút nem sértődök meg az ilyeneken. Csak tényleg az van, hogyha már csinálom a videókat, akkor meg tényleg érdekel titeket, meg ilyenek, akkor szeretnélek el titeket megkérni. Mert nekem ez, mondom, ez nekem óriási segítség. Fekszik. Jó, egyszer. Illetve a közösségi média felületeimen is nyugodtan kövessetek be, hogyha érdekel, amit csinálok. Meg a csatornával kapcsolatos történések. Tehát úgy, mint Facebook, Instagram, TikTok. Nyugodtan be lehet követni. Tehát nem azt mondom, amúgy jelenleg még semmi extra tartalom nincs ott egyébként, de gondolkozok azon, hogy például TikTokra is milyen extrákat lehetne kiposztolni, meg akár Facebookra is egyébként, szóval. Tehát nyilván ezek ilyen mellékes dolgok amúgy. Tehát nyilván a legfontosabb az lenne, hogyha itt a YouTube felületén megtennétek azt, amire megkértelek szépen titeket. Az fontos lenne. Annak meg külön örülnék, hogyha a többi felületen is bekövetnétek, de hogyha nem, akkor nyilván nem erőszak, csak mondjuk mit tudom én, hogyha valamit elfelejtenék YouTube-ra kirakni a community tabra, vagy valami, akkor mondjuk azt Facebookra, tehát Facebookon is kiszoktam ugyanazokat rakni. Az Instagram az nyilván az nagyjából csak annyi az a felületem, hogyha megjelenik egy új rész, akkor oda is kirakom a thumbnailt, és akkor onnan is értesülhettek, hogyha új videó van. Meg nyilván értelemszerűen a csengő. YouTube-on a csengő bekapcsolása is egy bölcs döntés lehet annak érdekében, hogy azonnal értesüljetek, hogyha új tartalom van. Most ezt nyilván nem fogom minden egyes részben ilyen hosszan taglalni, csak tényleg az van, hogy azt veszem észre, hogy hiába jönnek jóformán most már napi szinten a videók, mert eddig azt hittem, hogy azért, mert nem töltök fel minden nap videót, csak mondjuk hetente vagy havonta egyszer, azért nincsenek
úgymond feliratkozók, meg mit tudom én, de most már tényleg nem tudom hol tenni a dolgot, úgyhogy inkább elmondom tényleg videó elején is, meg végén is, hogyha úgy érzitek, hogy jó az, amit csinálok, meg szeretnétek támogatni, meg ilyenek, akkor egész nyugodtan ezeket a funkciókat ki lehet használni. És akkor nekem tényleg az van, hogy óriásit segítetek vele. Nem, csak ragd le, jó? Jó, akkor most már ennyi a faszomba. Jó, tudom, hogy ott volt a szép, csak egész egyszer nincs rá időm. Mert itt van mögöttem ez a köcsög. De amúgy ez most nyitva maradt, és én ide le tudok jönni, ugye? Tehát, hogy nem kell egészen a Dark Roomig elszaladni, ami tök jó. Oké. Szóval most nyilván nem azéről a feliratkozás, meg like, meg ilyenek, meg komment kunyerálásról fognak szólni a videóim, csak így röviden néhány percben azért a videó elején, ameddig még úgyse nagyon történik semmi, addig ezeket el fogom mondani, mert nem tudom, mert már arra is gondoltam, hogy lehet, hogy nem egyértelműek ezek a dolgok, vagy nem tudom. Tehát tényleg nincs jobb. Vagy lehet, hogy tényleg annyira rossz, amit csinálok, hogy csak kevés számú embert érdekel. Nem tudom. Ez is benne van nyilván, csak tényleg az van, hogy próbálok rájönni. Tehát most már tényleg az van, hogy próbálok minden lehetőséget kiaknázni, meg... Kurva anyádat. Szerintem most megszoptam. 6, 2, 11. Nem. 6. 2. 11. Muszáj vagyok visszajönni, de már különben Zsák utcába fog kerülni. Mi a tököm ez? Tára izéhez a lézeres fegyverhez. Nem olyan nagy baj az igazából. Úgy, ezt a növényt ezt úgy is itt hagytam. Ide erre a részre már nem kell jönnöm, tehát hogy tényleg talán nem olyan nagy baj, a press roomba még kell lesz menni, de talán nem olyan nagy baj az, hogy ezt a zombit azt ott hagytam. Remélem, hogy nem fog belefutni olyanba, hogy hát, hogy meg se látott a szarrágó. Megmondom, tehát azért ezt elmondtam, tehát én azzal is tisztában vagyok amúgy, hogy nyári szünet van, meg mit tudom én, meg jó idő van, tehát hogy sokan elmentek amúgy nyaralni, meg mit tudom én, meg jobban érzitek magatokat a szabadban, mint a számítógép előtt. Tehát én ezzel tisztában vagyok, amúgy. Hogy most többek között azért is visszaesett egyébként a nézettség.
De mindettől függetlenül tényleg, hogyha ezeket megteszitek amúgy. Sok videósnál látok olyat is egyébként, hogy algoritmust támogató kommenteket írnak az emberek, tehát hogy konkrétan hozzáfűzni valójuk az így nincsen, nagyon. Vagy meglátásuk, vagy bármi ilyesmi, de hogy azért próbálják úgymond a content creator-t támogatni, ahogy csak tudják. Úgyhogy egyébként, hogyha ezt ti is megteszitek, akkor azt megköszönöm, bár nyilván nem kell spamelni azért, hogy mit te algoritmus támogató komment, meg ilyenek, mert az is visszájára sülhet el, tehát azért mondjuk, mit én nem azt mondom, hogyha nincs hozzáfűzni valótok, akkor nyilván ne irkáljatok izét, spamet, meg izé olyan kommenteket, ami spamnek hathat, meg ilyenek, nem tudom amúgy mi erre a megoldás. És olyan, mintha a redőnynek a másik oldalán lenne. Aztán lehet, hogy most jön le majd fentről. Köcsök Tyrant húzza az időmet, bazd meg. Meg a tieteket is leginkább. Igen, meg nyilván azért is tértem le egyébként a két-két és fél órás videókról, meg a másfél órás videókról. 40-50 perces videókra egyébként, hogy hát, ha így nagyobb lesz úgymond az érdeklődés. Jó, most ebben így megint van 13 golyónk. Amit majd el kéne verni úgymond. Amúgy a izét azt felvettem. Nem vettem fel, bazd meg a lényeget egyébként az előző részbe. Mert ott is valószínűleg annyira magyaráztam valamit, vagy annyira megleptek a zombik, vagy nem tudom, hogy rohadtul nem vettem fel. Meg a power partot, ameddig itt mászkál a köcsög, addig az berakhatom, ha nálam lenne. Olyan, mint hogy hot mászkálna az a rohadék.
Szevasz. Igen, itt a likerek között tudok-e úgy csendben lenni? Majd. Ja, a Dark Roomig biztos, hogy eljutok, nem az a izé. Mi lesz a Line Roomba? Mert lehet, hogy oda már most el kéne mennem amúgy. Mert most jó messze van az a rohadék. Szia. Nagyon jó. Jó, ez. Aha, ez. Ez. Jó. Nagyon sokkal jobban itt vagyok egyébként fejbe is. Azt hogy? Ha csak fél másodperccel előbb nyitok be, amúgy akkor biztos, hogy meglát. Pont akkor fordult el. Hogy jött vissza ilyen gyorsan? Jó, a Line and Room az egész könnyen megvolt. Ez nem kell. Jó, ott a két gomb meg a film az kell. Mert menjünk a izébe. Nem tudom, hogy mentsek egyet. Nem, majd a izébe. Majd a Dark Roomba mentek. Kérdés, hogy most szembe fog-e velem jönni? Mert odakint van két liker, az biztos. Vagy egy legalábbis tuti. És hogy hé, de beszopódok közéjük.
Nagyon itt van ez a köcsög. Jó, a két gomba helyén van. Bejött, bazd meg. Mi van? Köszönöm. Szerintem nem tudom bezárni az ajtót, geci. Akkor 208. Jó, van másfél késem. Tök jó. Beszarok ezen, bazd meg, hogy kinyitotta az ajtót és nyitva hagyta. Vagy ez most nem tudom van, tehát hogy így benézed, de... De nem járkált körbe, meg semmi, csak így épp majd csak bekuksizott, hogy mizu van. Jó, ez is tiszta. Azon megint kivágta az ajtót. És nincs nálam se gyógyszer, se semmit, tehát ez kurva para lesz, hogy itt a... Tehát az kurva egy para, hogy itt a likerek között el kell kezdem futkorászni.
Jó, én azt mondom, hogy értelemszerűen nem kell, hogy ennyi kés legyen nálam. Jó, most lehet viszont, hogy azt mondanám, hogy mentek egyet, mert azért ez olyan para ez a szitu. Így, biztos, ami biztos. Ezen a három emeleti lakernek a kódja lesz egyébként. Hadd jussak már a Darkroom-ba, könyörgök. Jó, most hangok alapján, mint hogyha elment volna az épület másik szárnyába. Nem tudom egyébként, hogy az előbb mire agrózott be egyébként a liker. Lehet, hogy túl közel voltam hozzá, vagy nem tudom. Na azt mondja, DMC. Most nyilván ezt tudtuk, tehát hogy ebben semmi újdonság nincsen. De úgy tettünk, mintha nem tudnánk. Hogyha jól gondolom, akkor ennek a kódnak a felhasználásával Submachine Gunner-mód fogunk kapni. Egészen pontosan 50 darabot, ha jól emlékszem. Bár gránátvető izé is lehet. CM. Száz darab, még jobb. Jó, akkor már csak a könyvtárhoz tartozó. Aha, és ott lesz amúgy a szopás. Egyébként. Az emelőkart, hogyha felszedem, akkor ő automatikusan jön. És ahogy szaladok vissza, a likerek megkeseríthetik az életemet. Ha csak ahogy szaladok vissza, el nem dobok egy fénygránátot a faszomba. Vagy a Tyrantre dobok el egy fénygránátot a faszomba. Mert még az is egy opció, tehát hogy azért flash gránátom az van, tehát hogy egyedül van, de az nekem bőven elég, hogy ő itt van. Ja, közben én Maxon, bocsánat, a ventilátort, azt meg Maxon nyomatom, ne haragudjatok már. Akkor azért volt ilyen izé.
Remélem túlságosan nem zavart be. Majd ezt mondjuk írjátok már meg kommentbe. Mert hogyha maxon se zavaró, akkor értelemszerűen maxon fogom járatni. Hát azért mondom, hogy ilyenekbe tudtok segíteni, és akkor ez már is egy komment igazából. De nem vettem még fel! Kurva anyád Tyrant, bazd meg. Te miért vagy itt? Jó, nekem az is jó, hogy hét kijövök a faszomba. Szóval most visszavettem a legalapabb fokra a ventilátort. De egyébként meg az van, hogy... azt mondasz nekem, hogy nem hagytam ott semmit jó abba a szarba. Nem ezért, nem ez... Station. Jó, hol van a többi térkép? Na itt. Jó, nem hagytam ott semmit. Szóval azt majd légy szíves, valaki írja meg kommentbe, hogy... mert totál megfeledkeztem a ventilátorról. Úgyhogy valaki írja meg kommentbe, hogy így maxon milyen volt, hogy nyilván biztos, hogy bele lehetett hallani, csak hogy mennyire volt veszélyes, hogy mennyire ront a hangminőségen esetleg, mert hogyha nem, akkor értelemszerűen maxon fogom járatni a dolgokat. Lehet, hogy én azt mondanám egyébként, mert inkribbonom van annyi, mint a szemét. Hogy csináljunk még egy csodálatos mentést, hiszen azért jól láthatóan itt vannak potenciális bonyodalmak. Az lenne a jó, hogy hát menne az épület másik szárnyába, és akkor a könyvtárban szépen kényelmesen tudnék tevékenykedni. A zombikat is szépen kényelmesen. Egyik lépcsőn fel, másikon le, bazd meg. Jó, azért mire megteszi azt a kört, addig én háromszor berakom a izét a helyére. Meg remélhetőleg elhúzom a polcot. Vagy nem. Ha jól hallom, akkor onnan fentről fog kijönni. Nem csak itt most jó lenne, hogyha nem lenne annyira a seggembe, tehát hogyha el tudnánk egymást kerülni, az rohadt jó lenne. Akkor ebből szépen kényelmesen el tudnám lövöldözni a zombikat. Mert mindig olyan izé, olyan necces befutni mellettük a izébe. Meg lehet igazából csinálni, de... necces.
Az a baj, nem tudom, hogy nektek így mi hallatszik majd át. De hogy én hallom, hogy itt motoszkál az a szemétláda. Geci, nem vettem fel a izért, bazd meg. Jó, shortcuton vissza tudok menni, de konkrétan nem vettem fel még mindig a... Nem gondoltam, hogy ebbe valaha is beszopódok egy ilyenbe, bazd meg, hogy kulcstárgyat ott hagynék. De konkrétan nem vettem fel a kulcstárgyat, ami kell ide. Nemhogy még izé, tehát még a ládába se raktam le, tehát olyan szinten nem vettem fel, hogy az még ott van a izébe, az East Storage Roomba. Tehát ezt a két zombit, azt most ki kell iktatni, hogy a terep biztonságos legyen. Téged látlak, de hol van a haverod? Ez már jól mellé ment, geci. Nyilván oda tudnék menni úgy. Panod meg valahol itt van, mi? Nem. Itt ki kéne cselezni a bátyját. És akkor vissza az eredeti tervhez.
Kérdés, hogy ez a másik gyökér közbe beállt-e az úrba? Mert akkor ő ezek szerint való ezen a részén mozog a folyosónak. Ha ott van a végébe. Hadd legyen. Jó helyen van. És akkor utána már csak vissza kell menni a izébe az Ironsnak az irodájába, ami meg igazából, hát így, hogy a shortcut nyitva van, az nem egy nagy vállalkozás. Meg hogyha a zombi az ezen a részen marad, akkor minden megoldódik. That worked. Oké, és hova estél? Ide estél. Nagyon jó. Na, és akkor én szeretnék innen kijutni. Jó helyen vagy. Csak így tovább. Jó, azért ez jó dolog, hogy ezek a zombik itt annyira ezen a folyosón. Baszna meg az anyád. Te geci. Tehát, hogy ezen a folyosón azért nem olyan agresszívek, hogy egyszer ketten rám jönnek meg ilyenek, hanem hogyha ide sikerül berohanni, akkor azért szétszélednek ők annyira. De miért arra mész vissza, te nyomorult? Igazából lejárt a műsoridő. Tehát, hogyha szépen visszajutok a kis office-ba. Remélem, hogy kimentél a teraszra és lemásztál a létrán. Jó, na teljesen jó. Rightwind még értem szem, megoldjuk azért. Na, hogy is nézünk ki?
Igen. Oké. Okay. Érdekes. Oké. Okay. Chilililing, chilililing. Hello. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. Ja, és akkor Sherrynek a izéje jön még. Még nem menjünk az árvaházba, még Sherrynek a dolga jön. In the neighborhood. You'll find it. Sherry, all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her. De olyan jó, tehát azért Sherrynek a része mennyivel könnyebb, mint a Zédáé, te jó ég. Igazából Zédáé is nehéz, csak... Tehát tényleg nagy izé, hiper-szuper titkos ügynök, és akkor oda megy izével, öt golyóval, a kis lányos izé vízipisztolyával, bazd meg, tehát hogy faszom edget. Hogy nem titkos ügynök, hanem ilyen izé zsoldos. De akkor is értitek, hogy mire akarok célozni. Jó, szerettem volna menteni, de akkor most így Sherrynek a kis félésével. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a részt, remélem, hogy tetszett. Amennyiben így van, kérlek titeket, iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek volna meg. Írjátok le véleményeiteket, illetve észrevételeiteket a komment szekcióban, bármivel kapcsolatban, hiszen sokat segít abban, hogy ugye a videóm az még több emberhez eljusson, még több potenciális nézőhöz. Nyomjatok lájkot vagy diszlájkot a videóra, attól függően értem, hogy tetszik vagy nem tetszik. Jó, mondjuk ez elég hülyeség, mert ha nem tetszik, akkor nyilván nem nézitek, szóval értitek, de nyugodtan használjátok ezeket a funkciókat, hogy szeretnétek kicsit segíteni a csatornának, úgymond. Mi van még? Komment, like, izé... iratkozzatok fel a csatornára, igen, akkor kövessetek be Facebookon, Instagramon, TikTokon, és találkozunk a következő részben. Én Peti voltam, sziasztok!